Tehát a következő gondolat, ugye, amit mondtam már, virágpor nélkül nincsenek méhek, és hogy miért nincsenek, ott van a felsorolás, fehérje, zsír, ásványanyagok, nyomelemek, vitaminok nélkül összetett aminosavak. Itt nem is akarok az összessel foglalkozni, az élő szervezetben több tízezer fajta. Ezeknek az enzimeknek javarésze egy fémmaggal, központi maggal rendelkezik. Ez lehet szelén, cink, vas, réz, stb. Most kérem szépen, ha ez nincsen, akkor ez az enzim nem fog működni. Hát például az invertáz enzimnek a közepén van egy szelén. Aki szelén hiányos területen dolgozik, ott hiába termelődik invertáz enzim, nem fogja a feladatát elvégezni. Nem tudja a cukrot átalakítani. És ezt azért mondtam el, mert a legkönnyebben tudod ezt az egészet irányítani, mert ha mikroelemes nyalósóból egy marokkal beleteszel az itatóba, mit tudom én, havonta egyszer, akkor biztosítottad azt, hogy a területedre jellemző mikroelemeket, ami hiányzik, azt tudod pótolni. Nagyon egyszerű a feladat, elmész a marhatartóhoz, vagy a juhtartóhoz, és megkérdezed, hogy tessék mondani, milyen típusú nyalósót ajánlott maguknak a takarmányos szakember. Mert ugye az összes marhatartó telepet, ahol 100 körüli marhát tartanak, rendszeresen szokták különféle vizsgálatoknak alávetni, van, ahol a jód hiányt állapítják, meg a szelén hiányt, a cink hiányt, a stb. És telep specifikus összeállításban ezt a nyalósót, vagy éppen ezt a sókiegészítést megteszik. Mondok egy példát, a Magyarországon nagyon kevesen tudják, hogy a jódellátás az a tenger felül, illetve az óceán felül fújó széllel, az esővel együtt érkezik. Tehát jód a mi talajainkban, vagy éppen a mi rétegvizeinkben nincsen. Ezért van annyi jót hiányos gólyvás ember, különösen akik régen itták a kútvizet, és nem mélyfúrású kútból származott a víz, meg kevés tengeri herkentyűt ettünk, meg kevés tengeri sót fogyasztottunk, és a jót hiányos gólyva az népbetegségként volt Magyarországon ismert. Manapság ugye jódozott sóval ezt elrendezik. De fölteszem a kérdést, a méheknek a jódozott sót ki biztosítja? Nekik is van jódra szükségük. Ugye, ezt azért mondtam el, mert lehet, hogy a méhek ugye dolgoznának, tennék a dolgukat, ha minden rendben lenne. De elég kérem szépen egy mikroelemhiány, ami állomány szinten olyan mértékű kárt tud csinálni, amit el se tudtok képzelni. Volt itt Hetényegyháza mellett annak idején egy juhászat, aki a privatizáció, hozzáteszem, a privatizáció után indult, egy olyan területen, ami homoksivatagnak fogalmazzunk így, hogy tekinthető. Az abraktakarmányt is saját földjén állította elő. A kútvizet itatta, és hát ugye a bárányoknak az 50%-a elpusztult, miután megszületett. Nyilván ott adenovírustól kezdve mindent ki lehetett mutatni, és kezdetben ez is volt az irány, hogy hát akkor vakcinázzanak. Vakcináztak, gyakorlatilag továbbra sem szűnt a kór, a betegség. És amikor a helyszíni szemlét, a helyszíni tanulmányt elkészítettük, akkor csak annyit mondtunk neki, hogy a szénának egy részét vegye meg Dunántúlról, Dunántúli területről. Megvette. Kutya baja nem volt utána a bárányoknak. Semmi másról nem volt szó, csak szerén hiányos terület, meg cink hiányos volt, meg jód hiányos volt. Tehát a mikroelemeknek az ellátását sokan ugye azt mondják, hogy ez hülyeség, ezzel nem szabad foglalkozni, de lehet, hogy az állománnyal semmi más probléma nincs. És miért jók a vándorméhészek, kérem szépen? Miért jobbak az állományok? Nem csak azért, mert a nektár gyűjtik össze, hanem elmennek az ország egyik tájtípusáról a másik tájtípusra, amelyek ott föltöltekeznek különféle mikroelemekkel, Kis-Balaton környéke például,
vagy éppen mondhatom a Bereget, vagy bármiféle olyan helyet, vagy éppen a hegyvidéket, teljesen más típusú mikroelemek vannak, és hogyha melyek korábban ehhez nem jutottak hozzá, most hozzájutottak, a kaptárba valamennyit el tudtak raktározni, hiszen a méhek gazdálkodását, ha megnézed, ők a konzervet lepecsételik, de a konzervet időnként föl is nyitják. Így hozzájutnak azokhoz a mikroelemekhez, amit máshonnan hoztatok. Az állóméhészetek sosem versenyképesek pont emiatt a vándorméhészetekkel, mert az állóméhészeteknél egy helyben problémás mikroelem ellátás lehet, és ez kinőheti magát olyan mértékben. Most a méhek a virágpor által jutnak, nem a nektár által jutnak a mikroelemek legnagyobb részéhez. Tudjátok, hogy a nektárban túl sok só, egyebek nincsen, hanem az a virágporban található. A nyomelemek mellett a vitaminokat említeném meg, mert a Magyarországon a virágporfogyasztás, mármint az emberi célra termelt virágporfogyasztás a szinte nulla. És elterjedt néhány tévhit, ami arról szól, hogy a virágport hiába eszed meg, az emészhetetlen. Ez badarság és butaság, mert a virágpor, hogyha úgy készül el, hogy leszárítják, akkor a virágpornak a külső tokja ugye megrepedezik, összeomlik, emészthetővé válik. Ha nem szárítod le, hanem mély kenyeret készítesz azzal az eljárással, amit mondtam, akkor szintén föltáródnak a benne lévő anyagok. És a vitaminok közül én csak két csoportot emelnék ki, ami szintén vitaminnak sorolandó most már. A flavonoidok az egyik, ezeket sárga anyagoknak lehet nevezni, a nevükben is benne van. A másik az antociánok. Ezek pedig jellemzően ilyen pirosas, kékes, lilás színű anyagok. Tehát a ribizlibe például, a fekete ribizlibe, a málnába, a árvacsalán virágporába, a gyalogakác virágporába, de sok ilyen lilás, pirosas színű növénynek a virágpora van. És Szent Györgyi Arbelt neve mindenkinek ismert, hiszen a C-vitamin miatt ugye ő Nobel-díjat kapott, de miután ugye kikerült az Egyesült Államokba, akkor ő nem a C-vitaminnal foglalkozott tovább, hanem daganatellenes, rákellenes kutatásba fogtak, ahol évtizedeken keresztül foglalkozott a flavonoidokkal, antociánokkal. És rájöttek arra, hogy a sejt membránban lévő enzimatikus folyamatok nem tudnak lezajlani akkor, ha ezek hiányoznak, hiszen azok a kis szigetek, plakkok, amik az enzimnek a székhelyei, működésképtelenné válnak ezeknek a hiányától. És a daganatos sejtek kialakulását is ugye vizsgálták, és azt tapasztalták, hogy ahol azoknál a szervezeteknél, ahol flavonoidokból, antociánokból nagyon rossz volt az ellátás, ott a daganatos sejtek hamarabb megjelennek, az immunsejtek nem ismerik őket föl, és az immunsejtek, amiatt, hogy nem ismerik föl a daganatos sejtek, elkezdenek szaporodni, és daganat alakul ki. Ugye itt méhészetről van szó, de én szerintem mindenkit érinthet, ezért azt én elmondanám, hogy a szervezetnek a sejtjei rendelkeznek egy úgynevezett időzített sejthalál génnel. Ez azt jelenti, hogy a sejt a funkcióját betöltötte, nincs továbbiakban rá szükség, akkor öngyilkos lesz, és ezt követően a fehér vérsejtek egyszerűen föl ismerik, eltüntetik, és elpusztítják a maradékát is, táplálék lesz újból belőle. Ennek a génnek a működéséhez szintén ezek az anyagok kellenek. Ha ez nincs a szervezetben, akkor az időzített sejthalál nem indul el, és a sejt egy rendellenes szaporodásnak kezd neki. Na most a vitaminok közül azért emelem ki például a flavonoidokat, meg az antociánokat, mert
Az emberiség, ahogy a gyümölcsöknek a termesztését egyre inkább elkezdte, és nemesítését folytatta, akkor milyen irányba ment el? Minél nagyobb legyen a gyümölcs, minél édesebb legyen a gyümölcs, és az embernek ez kellett. De az a törpe változat, ami eredetileg volt, az érdekes módon a flavonoidokat is tartalmazta, azokat elvesztette. Az almáról van szó például, az almánál ugyanezt a folyamatot lehetett látni, de a sárga barackot, ha nézed, ott is az eredeti kis mandula nagyságú sárga barackból olyan húsos, szép nagy barack lett, ami karotinban, illetve a különféle anyagokban gazdag, de a flavonoid tartalma az töredéke annak, ami eredetileg volt. És hál' Istennek a virágporok ezt az értéküket még megőrizték, és az emberi táplálkozásban, különösen 30 év fölött, naponta egy evőkanálnyi virágpor fogyasztása ajánlott lenne minden felnőtt állampolgárnak. Pont a daganatos betegségek visszaszorítása érdekében. A nélkülözhetetlen ásványi vagy aminósavak is szerepet játszanak a szervezetek működésébe, amelyek 11 féle aminósavat nem tudnak előállítani, vagy a baktériumoktól tudják szerezni, akik a belükben hál' Istennek ott vannak. Tehát a méheknél ez a nélkülözhetetlen aminósav kérdés annyira nem kérdés, hiszen az ő belükben élő mikroflórák egyikből a másik irányba át tudják alakítani ezeket az aminósavakat, de az embernél fontos lehet, tehát az emberi táplálkozásban is ennek jelentősége lehet. Mehetünk a következőre. Ugye a virágport nem a gyűjtőmélyek fogyasztják, és ez egy ellentmondás. És nem a minőség, hanem a mennyiség számít számukra. Ezt a megállapítást egyébként érdekes módon még az 1900-as évek elején tették, és azóta is ugye ez fejlődött tovább, és a lényeg az, hogy legtöbbet a fiasítás és a fiatal méhek táplálására használnak. Az idős méhek virágport már alig fogyasztanak. Logikus, hiszen ő, az idős méhek már enzimtermeléssel vagy mirigy funkcióval nem nagyon rendelkeznek. Ők igazából rabszolgák, gyűjtik a nektárt, hordják a virágport, és ez a legfontosabb feladatuk. A biológiai vegyi gyárakat a dajka méhek azok, akik biztosítják. Ugye, ha arányaiban nézzük, akkor a virágpornak a java részét a fiasítás fogja elfogyasztani. Azt szoktam mondani, hogy egy sejtnyi virágpor kell egy fiasítás kialakításához. Tehát rengeteg virágpor kell a fiasítás fejlődéséhez. Gyakorlatilag, ugye emiatt a leghamarabb az a korcsoport fogja megérezni a virágpor hiányát, aki fejlődik, illetve aki dajkál. A dajkáknál kezdjük azzal, hogy a virágpor hiány mit fog eredményezni. A dajkálás nem fogja abba hagyni. Ő, amikor a mirigy termelése elindul, még egyszer mondom, nem a 50 literes tején hasonlattal, nem 350 liter tejet fog termelni, hanem fog termelni 120-150-et, de milyen áron? Olyan áron, hogy a saját fehérjét használja el. Ha ő nem jut virágporhoz, akkor gyorsan el fog öregedni. Nem fog 16 napig dajkálni, hanem lehet, hogy dajkál egy 8-10 napig, utána átkerül a gyűjtőméhek táborába. Mi lesz a fiasítással, aki szűkösen lesz táplálva? A fiasítás is ki fog fejlődeni, mindaddig, amíg nincsen túlságosan erős hiány, mert miután erős hiány lesz, a fiasítást föl fogják zabálni kanibál módjára a méhek. Tehát a fiasítás azért csinálja meg, mert kevesebb táplálékot kap, kisebbe tud fejlődeni. Egyébként a méhek nem egyforma nagyságúak.
A tavaszi méheknél lehet azt látni, főleg amikor jó idő van, virágkor bőség van, nektárbőség, hogy ők a legnagyobbak. Aztán a másik időszak, amikor a legnagyobbak a méhek, a téli fölkészülés időszakában, tehát július 15 után kikelt méhek általában, azzal kezdik a tevékenységüket, hogy kikeltek, a 10 napos koruk körül kiröpülnek a kaptárból, de már mielőtt kiröpültek bent a kaptárba, és rengeteg virágport fogyasztanak. De a 10 napos, tehát az a méhecske, amelyiknek fiasítás gondozásáról már nem nagyon kell gondoskodni, hanem majd télre készül föl, az figyeljétek meg, hogy tömegesen kimennek ezek a méhek a legelőre, és a legelőn nem nektárt, meg virágport gyűjtenek, hanem zabálnak kényükre, kedvükre. Föltöltik a saját zsírszöveteiket és a fehérje testeiket. És most jön a telelésnek a fölkészülése. Ugye a telelésre való fölkészülést nehogy azt higgyétek, hogy egyik napról a másikra következik ez be. Mi a különbség a telelő méhek meg a nyári méhek között? Nagyon egyszerű kísérletet javaslok mindenkinek. Nyáron szedjetek 150-200 méh mintát, vagy méhecskét, egy papír zacskóba tegyétek bele, úgyhogy cukorlepénnyel ellátjátok. Be a mélyhűtőbe, mínusz 18 fokra. Azt fogjátok látni, hogy 20 perc után elcsöndesedett a zacskó. Ugyanezt a kísérletet végezzétek el szeptember-október körül. Fogtuk ugye 100-150 méhecskét, cukorlepény, papírzacskóba be a mélyhűtőbe. Mondom, a leghosszabb túlélőt egy napon keresztül ezek éltek. Tehát nem az, hogy egy óra múlva megadja magát. És azt mondom, hogy a nagyon jó telelési teszt, aki az 5-6 órát megélte a mélyhűtőbe, az télre alkalmas. Aki az alatt van, az telelésre alkalmatlan. A nagyon jó családok egy napon túl is biztosítják azt, hogy a cukorlepényből annyi táplálékot föl tudnak szedni, tudnak fűteni, mert nem a cukorlepénnyel fűtenek, hanem mivel fűtenek? Azzal, hogy van fehérjetestük, zsírtestük. És izommunka nélkül, mint ahogy a barna zsírszövet a kismalacnál meg a csecsemőnél, hőt tud előállítani kémiai úton, nem pedig izommunkával. Ugye, akinek volt kisbabája, hál' Istennek, nekünk volt bőségesen lehetőségünk ezt megfigyelni, hazahozod a kórházból a pici babát, figyeld meg, hogy az első 2 hétben, fürdetés után nem is remeg. Jól érzi magát is. 2 hét eltelte után a pici baba, mint a kocsonya, úgy remeg a fürdés után, mert fázik. Ugyanis a barna zsírszövet, ami a csecsemőkre jellemző, meg a kismalacra, az 2 hetes korig biztosítja azt, hogy hőt tud előállítani izommunka nélkül. Hát nem is csoda, hiszen amikor megszületik, az izmai még fejletlenek. 1-2-3 hét, 1 hónap múlva az izmok fejlődése olyan mértékben elindul, hogy átveszi a hőszabályozásban a szerepet, és elkezd remegni, mint a kocsonya, és hát korábban is fázott a baba, csak másként állította elő a hőt. Ugye itt ugyanerről van szó, a méhek téli időszakban ezt a tulajdonságukat veszik elő, hiszen gondoljatok arra, hogy amikor nagyon nagy hideg van, mínusz 10-15 fok, az még nem olyan nagyon nagy hideg nekünk, de a méheknek már az, amikor a kaptár is már átült ilyen hidegre, hiszen a kaptárnak a fala, ha bár hőszigetelés szempontjából jónak szoktuk mondani, azért egy deszka nem olyan sokáig tartja a hőt, és a kaptár belsejében az alkatrészek, a keretek, a méz, az mind mínusz 7-8 fokosra legalább lehűlik. És a lehűlést követően gyakorlatilag azt fogod látni, hogy a méhek mégsem fagynak meg. Összép húzódnak. A mézkoszorút nem biztos, hogy eléri. A mézhólyagjában még van egy kis tartalék, egy darabig, de miután a mézkoszorúból nem tud táplálkozni, a mézhólyagjából elfogyott a cukor, mit fog csinálni? A fehérjetestek, zsírtestek égetésével, mint a barna zsírszövet a csecsemőnél, meg a kismalacnál, kémiai úton előállítja a hőt, hogy ne fagyjanak meg. És most jön a lényeg.
ha a fürt szélén megnézed a méheket, megnézed a hőmérsékletét, azt fogod látni, hogy mínusz 7, mínusz 10 fokra is képes a méhecske lehűlni, anélkül, hogy ő egyedileg megfagyjon. A nyári méhecskénél ez nincsen. Nyári méhecske az úgy megfagy, mint a kő. Mi a helyzet? A telelő méheknek a vérében, a hemolimfájában fogalmazunk, úgy meg a testében, olyan anyagok jelentek meg, ami megakadályozza, hogy a víz jégkristályjá, kristályos jéggé alakuljon. Ezt hívjuk fagyálónak, ugye etilén glikol az autónál. Itt ebben az esetben ennek a rokon vegyületei, mert cukoralkoholokról van szó, és a cukoralkoholok szintje emelkedik meg a telelő méhekbe, nem egy nap alatt, nem két nap alatt, hanem egy lassú folyamat által, amit úgy kell elképzelni, hogy rengeteg fehérjét, zsírszerű anyagot fogyaszt, a zsíralkoholok is, meg a cukoralkoholok is ilyenek. A fogyaszt a virágporból, és a virágporból állítja ezeket elő, raktározza a szervezetébe, és amikor ugye ez a kritikus periódus bekövetkezik, már ő fagyállóval föl van töltve. De ez virágpor nélkül nem megy, kérem szépen. És itt jönnek azok a vizsgálatok, aminek nagyon örültem, hogy nekikezdtem, mert én gyűjtöttem a cimborákat, hogy akinek gondja van, küldjön a méheket, megnéztem, mennyi atka van rajta, betettem a méhűtőbe, és akkor gyakorlatilag ott lehetett látni, hogy a 3 órás, meg a 5 órás, meg a 10 órás méhek, és visszaigondolásként is megkaptam tavasszal a terelési eredmények alapján, lehetett látni, hogy tényleg így van. Mi a helyzet akkor, ha a zsíralkohol, cukoralkohol szintje alacsony? Állomány szinten alacsony. Azt tudom mondani, hogy ennek a méhészetnek azt kell javasolni, hogy zárt helyi teleltetést indíts el. Nem tudhatod, hogy melyik év milyen tél lesz. Ha kapsz egy mínusz 10-15 fokot, akkor a méhek tömegesen elpusztulnak, nem tudják a hőszabályozásukat tartani. Miért nem? Mert hiányzik ez az egyedi mínusz 7-10 fokra való fagyasztásnak a tulajdonsága. Ezek kővé dermednek, és először a kéreg fog lefázni, és akkor a legvégén azt fogod látni, hogy a sejtekbe bebújva a méhek, mert minden, tehát a méhek, amikor telelnek, bebújnak a sejt polcaira, és minden sejtet elfoglalnak, és azt fogod látni, hogy ott a mészkészlet és a méhcsalád pedig sokan vannak, mégis elpusztult. Ilyen egyszerű oka van. És most jön a különbség. A 70-es évek és a 80-as évek, még a határ, tehát 80-as évektől kezdve jöttek a bajuk, mezőgazdasági kultúráját, ha megnézted, tisztes fű volt még ősszel, meg ilyen fű, meg olyan fű, meg rengeteg fajta gyomnövény. Rengeteg fajta virágport tudtak gyűjteni. Most ősszel virágpor, de most szerencsénk van, hogy van ez a parlagfű, a ilyen-olyan kukorica, egyebek, még a késői vetésű, az meg mérgezett. Tehát nem túl rózsás a helyzet, és azt kell mondani, hogy a technológiának pont emiatt át kell alakulnia. És nem butaság ezt, amit mondtam, hogy őszi időszakban megvizsgálni a mélyállományt, hogy mire képes, telelőképes, nem telelőképes, mert ha nem telelőképes, nem kell még eltemetni a méheket, hanem meg lehet menteni egy zárt helyi teleltetéssel, ahol 6 fokra temperáltam a hőmérsékletet. De ez már egy későbbi történet, hiszen mi az alapok? A virágpor hiány. És ez országosan, általánosan így van. Nem minden tél egyforma. Ugye az idei tavasz se lett volna probléma, hogyha telünk lett volna, és a tavasz nem ezzel a hideg időszakkal tréfál meg bennünket, hogy 2-3 hetes leállások vannak, mert a nemzedékváltás nem tudott normálisan bekövetkezni. És ezek a méhek, amelyek ugye kialakultak, a mínusz fokot nem bírták ki. Tehát hiába is akarom itt erőltetni a dolgot, egy gyenge családot, hogyha megnézett az ember, előtte azt látta, hogy na,
ez be fog indulni. Még jó idő volt, még volt ugye, természetben elérhető virágkor, nektár. Jött a hideg, mit lehetett látni? Megfeleződött, megharmadolódott, elpusztult. Gyakorlatilag a semmiből nem lesz semmi. Itt a fő probléma az, hogy mindenki megpróbál szaporítani, a szaporítást erőltetetten végzi, az erős mély családok lennének, a zálogai annak a dolognak, de az erős mély családok között is vannak gondok, mert amelyik nem tudott föltöltekezni virágporral az ősszel vagy a nyár végén, azoknál a telelési tulajdonságok nagyon leromlottak. Ezt még persze cifrázhatja az atka, cifrázhatja a vírus, meg sok minden más is. Ugye most jön az abszolút ellentmondás, hogy a virágport nem a gyűjtőmélyek fogyasztják, ezért nem a minőség, hanem a mennyiség számít nekik. A legtöbbet a virágporból gyakorlatilag a következő képen majd látni fogjátok, hogy a virágpor értéke, hogyha egymás után rakjuk az értékét, akkor a fűzfélék vannak az első helyen, repce, mustár, olajretek a következő, gyümölcsfa, lucernákhoz itt a herefélék beletartoznak, tehát nem csak a lucerna, hanem az összes herefélé, vagy pillangós virágúak. Ami újdonság, az utifű, ez különösen a városi környezetben igaz, mert mióta a közmunkásokat arra késztetik, hogy füvet nyírjanak, és ha már 2 centis a fű, akkor újból küldik őket ki. A lutifű, amikor tanultuk még annak idén a növényhatározókat, akkor annyit kellett tudni, hogy rágás, tiprást jól bírja, jól tűri. Valóban így van. Lenyírják a lutifüvet, rá 4 napra kihozza újból a virág ügyét, és a virágzik. Nincs másik ilyen gyorsan sarjadó növény, és miután elvirágzott, a magját pillanatok alatt megérleli, és a következő fénynyírásnál szétszóródik a magja. A pitypang szintén nagyon értékes lenne, de a pitypangot kiirtották. Gyakorlatilag a pitypang ezt nem bírja, az rágás tiprás nem bírja. A pitypangnak ugye a leveleit, ha megnézitek, a salátaként lehet fogyasztani egyébként. Nagy levelei vannak, és a nagy levelek biztosítják azt, hogy a gyökér az megerősödjön, a gyökérből fog aztán a következő évben újból elindulni, és a virágzás is azon múlik, hogy mennyi tápanyagot tudott összegyűjteni. Minél többször nyírod, a tápanyagok eltűnnek, végül át se tud terelni a növény. Ezért a pitypang az utóbbi időben visszaszorult, amikor évente csak 2-3-szor kaszálták a területet, dús volt a növényzet. Egyébként ez nem csak a pitypangra igaz, hanem nagyon sok virágzó növény azért tűnt el, mert azt nem tűri el, hogy hetente vagy 2 hetente nyírják a füvet. És a értékes virágport adó növények közé oda teszem a facériát is. A facériát különösen azért teszem oda, mert nagyon könnyen termeszthető. Gyakorlatilag ellensége, kártevője nincsen, a szárazság az igen. Na most a facériát azért célszerű mindenkinek megfontolni, hogy nekem például a lakács és a vaddohány között van egy szünet. A vaddohány után megint van egy szünet. A napraforgó után megint van egy szünet. Nagyon egyszerű, a facéria vetéstől számítva 7., 6., 7. hétre virágzik. Meddig virágzik? Sokáig. Nagyon sokáig, tehát hónapokon keresztül képes virágzani, különösen akkor, hogyha nem egyöntetű az állomány. És a lényeg az, hogy a facéria kisebb állományoknak a virágkor szükségletét biztosítja, és most jön az ellentmondás. Ugye azt kell tudni, a következő dián majd látni fogjátok, hogy a tápanyagban szegényebb virágport adó növények közül a fenyőféléket teszem az első helyre. Ezt azért teszem, mert a fenyőfélék, ugye gyanta anyagokat is tartalmaz a virágporuk, és a többi, nem hogy hasznos lenne a méheknek, hanem káros.
Tehát a fenyőfélék virágporát, amikor elkezdik gyűjteni, figyeljétek meg, a mély család vissza fog esni, főleg akkor, hogyha nincs a közelben más. Az éger a következő. A éger ugye a nevét mézgás égernek hívják. A mézgát tudjátok, ilyen ragacsos anyag. A virágpora szintén ilyen ragacsos anyagból áll. És Velence történelmét, ha megnézitek, Velencét ugye úgy építették, hogy vörös fenyő és mézgás égerből csináltak ilyen gátszerű oszlopokat, egymás mellett sűrűn leverték, ezt a gátszerű anyagot megtöltötték földdel, és erre építkeztek. Hát gyakorlatilag cölöpökre építkezett Velence, és a vörösfenyőnél a mézgás éger többet kibírt, tehát azok a oszlopok korhattak el a vízben a legkevésbé, mert hogyha levegőtől elzárt helyen tartod ezt a fát, akkor gyakorlatilag nagyon sokáig életképes, mármint erős marad. A virágpora szintén tartalmazza ezt a mézgaszerű anyagot, tehát nagyon szívesen gyűjtik a méhek. Miért? Mert a mennyiség számít náluk, nem a minőség. A mézgás égernek rengeteg virágpora van. Nagyon könnyen gyűjthető ráadásul. Tehát odaszáll a méhecske, már tele is van virágporral, viszi haza, és pikpak, mit fogsz tapasztalni? Az, hogy ez a fiasítás, ami kifejlődött ezen, nem teljes értékű lesz. Mogyoró dettó. A mogyorónál meg az a gond, hogy olyan cseranyagokat tartalmaz a virágpora, ami az emésztést ugye lehetetlené teszi. Nyárfák közül nem minden nyárfa, de a krovalszki nyár, a szürke nyár, az például nagyon hasznos a méheknek, a fekete nyár szintén. De ezek az olasz nyarak, egyebek, azoknak a virágpora az nem kevésbé értékes. Jön a következő, kukorica. És itt megint érdekes az összehasonlítás, mert hogyha a kukorica virágporát nézed, akkor egy hatalmas nagy lúgbalont képzelj el, és mellé teszem a repce virágporát, az meg egy ökölnyi nagyságú, vagy még annál kisebb. És megdöbbentő, hogy a lufi méretű kukorica virágporába, meg a öklömnyi nagyságú repce virágporába ugyanannyi zsír és ugyanannyi fehérje van. Csak mi a különbség? Az, hogy az egyik rengeteg ballasztot tartalmaz, rengeteg olyan anyagot, ami nehezen emészhető a méhek számára, a másik meg koncentrált tápanyag. A pázsit fűfélék ugyanaz a kategória, mint a kukorica, és ha jól megfigyelitek, a pázsit fűveket is nagyon szívesen gyűjtik a méhek, amikor egy kaszálatlan területen jársz, akkor a fűféléknek nézd meg a termése, egyszer csak kijön a termés kezdete, és a virágporok ugye szépen ott sorakoznak a kalászkáknak a szélében, a méhek pedig gyűjtik ezeket a virágporokat. Na most a egyszikű növények közül a kukorica meg a pázsit fűfélék, amikor megjelentek, mert ugye többfajta egyszikű növény van, akkor ez egy evolúciós forradalmat indított el. Az evolúciós forradalom azt jelentette, hogy ezek a növények képesek a környezetükből a többi növényt visszafogni, elfolytani, és ez a tulajdonságuk annak köszönhető, hogy ők kovaanyagokat is tartalmaznak. A kovaanyagok, tudjátok, azok a üvegszerű kis kristályos anyagok, és ha a füvet rágicsáljátok, nem azt a füvet, hanem ezt a füvet, akkor azt fogjátok tapasztalni, hogy a fogatokat rendesen sérti. Főleg, hogyha idősebb fűfélét rágicsálsz. Most az evolúciós forradalom azért következett be, mert azok a növényevő állatok, amelyek a fűféléket ették, és a foguk nem volt képes ehhez alkalmazkodni, azok kipusztultak. És maradtak a kérődzők, a lófélék, az egyebek, akiknek a foguk folyamatosan nőtt, folyamatosan kopott, és gyakorlatilag egy evolúciós nyomást biztosított ezáltal, hogy ők meg tudták enni a füveket, a többi állat pedig ugye visszaszorult, vagy az erdőbe, vagy a más típusú növényevő lett belőle.
Meg még azt is hozzá kell tenni, hogy az evolúciós forradalom azért is bekövetkezett, mert a fűféléknek a bomlás termékei bekerültek a folyókon keresztül a tengerekbe, és a kovamaszatoknak a megjelenése ezt követően tudott ugye elindulni. De ez egy rossz tulajdonsága, mert a virágpor szintén ezt a kova vázat tartalmazza. Tehát nem elég a cellulózbontó enzim, ezt a kova vázat is valahogy el kéne tüntetni. És nem képes eltüntetni a méhecske, tehát magyarán a kukorica, meg a pázsit fűféléknek a virágpora emésztetlenül megy át a bélcsatornán keresztül. És mit mondtunk? A méhek nem a minőségre, hanem a mennyiségre törekednek. Tehát, hogy könnyen gyűjthető a kukorica virágpora, mit fog csinálni? A kukorica virágporát hordja. A kaptár terül lesz kukorica virág, táblás virágporok lesznek. Sőt, van, aki gyűjti is ezt a virágport, és megpróbálja ugye eladni, de hát ezek értéktelenek, ezt nem szabad megvenni. Ez semmire nem való. Ez az emberi táplálkozásra se jó. És mit kell ilyenkor tenni? Hát kérem szépen, a méhek irányíthatók. És ezért vagyunk méhészek, és nekem nagyon tetszett a televíziónak a reklámja, ugye itt is benne van a méhész. Gyakorlatilag azért vagyunk méhészek, hogy gondolkozzunk, és hát kérem szépen, a méhek irányíthatóak. Amikor megjelennek ezek a növények tömegesen, és elkezdik a virágport hordani a méhek, mit kell csinálni? Be kell őket csapni. Hogy tudod becsapni? Elmész a marha legelőre, összegyűjtesz ott virágzó növényekből egy csokrot, összeturmixolod, beleteszed 5 liter szörbe, és a méhek és a legelő közé kihelyezed ezt a 5 liter szörpöt. Ugye kívülről nem etetünk, de ez nem, ez becsapás a méheknek, ugyanis mi fog történni? Pillanatokat az egész állomány rátájol ezt az 5 liter szörpöt becsókolják, tényleg egy pár perc alatt, és utána mit fognak csinálni? A méhek ezt az illatanyagot fogják keresni, hol a marha legelőn, és nem a kukoricára mennek. De azt is hozzáteszem, hogy a méhek nem sokáig csaphatók be egy 5-6 óra hosszára, és délután újból a kukoricát fogják hordani. Ha csak nem kiteszed újból a szörpöt, és akkor megint becsaptad őket, és egy darabig megint akkor a marha legelőről fogják a virágport hordani. Nem az a gond, hogy kukorica virágpor kerül a kaptárba, hanem az, hogyha ez a virágpornak a 80-90%-át takarja. És ugye van egy összehasonlítás a következő dián, tehát ez nemzetközi irodalomból való, hogy a begyűjtött virágpor, ez európai irodalom, 60%-át a következő növények adják csak csökkenő sorrendben. Az első helyen van a kukorica, kérem szépen. Megdöbbentő. Hát ez szomorú, hogy így van. A hereférékkel még nincs baj. De a hereférék nem csak a lucernát, hanem az összes pillangóst érinti. A pitypanga a harmadik, utifű a negyedik, és a repce az ötödik. Ugye itt mondanák sokan, hogy hát ez hülyeség, amit itt én kivetítettem, mert a repce az úgy adja a virágport, ahogy adja. Hát ez kérem szépen igaz, mert a repce az bőségesen tudna adni a virágport, csak egyet nem szabad elfelejteni. A méhek a virágport hova teszik? A fészek közelében. Amint ez megtelt, akkor tovább nem gyűjtik. Illetve a repce kivétel, mert azt akkor is gyűjti, mert nem tudta a nektárhoz másként hozzáférni. De a repce virágzási ideje nem olyan hosszú, mint mondjuk a kukoricáé. A kukorica ugye elkezdi, a ilyen-olyan fajták külön-külön virágzanak, sok fajta tábla van, a csemege kukoricát azt hetente vetik, stb. Tehát gyakorlatilag a sorrenden változtatni kéne, nem baj, hogy a kukorica is van közte, csak legyen a kukoricát elnyomó más virágpor, hogy abban az időszakban kikerül fiasítás ne értéktelenné váljon. Ugye, nagyon sokan mondták, hogy a kukoricát csávázzák, a kukoricán a méhek tönkrementek, stb. Igaz a csávázás is. De azt is hozzáteszem, hogy ha a méhész nincs azzal tisztában,
hogy egy egészséges, nem csávázott kukorica is kárt okoz a méheknek, akkor lehet mutogatni egymásra. Tehát a kukorica, az nem örülök annak, hogy mi kukoricaövezet vagyunk, és gyakorlatilag a magyarországi növénytermesztés rendkívüli mértékben átalakult. Korábban is volt kukorica, de nem ennyi. Manapság a mezőgazdasági területen 5 haszonnövényt termesztünk. A többi az 5-10% alatt van. Az 5 haszonnövény a kukorica, napraforgó, gabonafélék, repce és a tökfélék meg a dinnye. Az összes többi gyakorlatilag háttérbe szorult, ilyet, hogy szöszös bükköny, ilyet, hogy zabos bükköny, ilyet, hogy ilyen-olyan keverékek, az elenyésző. Tehát, hogy vörös here táblát látni, az véletlenszerű, hogy tehát, aki régen is élt ebben az országban, és járta az országot, az nagyon jól látta, hogy itt rengeteg fajta növényt termesztettek. Ugye más nem mondjak, hogy pohánka termesztésünk is volt. Franciaországot pohánkával innen láttuk el. Ugye Magyarországon jelenleg rengeteg liszt érzékeny ember van, aki lisztből készült kenyeret nem ehet. A pohánka egy alternatíva lenne, nem termesztjük, mert nem éri megtermeszteni. Hát itt gyakorlatilag olyan fölfordult helyzet alakult ki, ami én szerintem hosszú távon nem is tartható. Gyakorlatilag megint azt kell mondani, hogy Magyarország egy nyersanyag előállító országá vált. A rabszolgatartásnak, tudjátok, ez egy fokozata. Az az első fokozata legrosszabb. Most a mellett van iparunk is, hozzá kell tenni, ami nem magyar ipar, de hát iparként működik. De a mezőgazdaság tekintetében a munkaigényes ágazatok, a stb. Azok megszűntek, azok tönkrementek. Ezt vissza kéne hozni, ezt fejleszteni kéne. Gyakorlatilag ugye át kéne az egész mezőgazdaságot értékelni, és nem csak a profit orientáció, hanem a fenntartható fejlődés is fontos lenne. Megyünk tovább, és egy egyszerű számítással folytassuk. És a méhészek meg fogják érteni, hogy miért van az, hogy nagy létszámot egy telephelyen néhány kivételtől eltekintve nem célszerű tartani. Egy egyszerű számítás. Legtöbb virágport adó növényünk gazdasági haszonnövény, például a kukorica. Egy tő kukorica 2 g virágport ad. Ugye itt megint lehet vitatkozni, hogy 30 ezer, 60 ezer közötti tővel lehet számolni. Az egyszerű számítás miatt én 30 ezer tő per hektárt, ugye Bács-Kiskun megye homokos terület. Itt nem olyan sűrűn vetik a kukoricát, mint a Dunántúlon. Ez azt jelenti, hogy 60 kg virágport ad 1 hektár. Most jön a röpkörzet számítás. Ha a röpkörzetet én 1 kilométerben számítom, akkor ez 18,84 tonna. Ez egy komoly mennyiség. Ha 2 kilométerben számítom, 75,36 tonna. Mit is jelent ez? Egy kamion, illetve 7 kamion, vagy 5 kamion közötti mennyiség. Bődületes mennyiségről van szó. És azt is tudni kell, hogy ennek a mennyiségnek csak töredéke jut a kaptárba, mert a méhek nem tudják kihasználni az összes virágport. Azt is tudni kell, hogy amint a virágpor készlet, úgymond, amit ők szerettek volna begyűjteni, megvan, akkor nem erőlködnek tovább. Nem fog fölösleget gyűjteni a virágporból. Amíg a keretekbe el tudja helyezni, elhelyezni. Nem csinál olyat, hogy építek, mint a méznél, ugye épít egy külön szakaszt, még zugol, még a zugolásba bele fogja nyomni a mézet. A virágpor nem ez a kategória. A fészek melletti keretekbe, egy-két keretbe még rakvirágport, a fészekbe rakvirágport, de amint ez megtelt, továbbiakban nem erőlködik. Hiába van akármennyi virágpor a környezetben. Ugye, mehetünk tovább. És most jön a következő számítás, hogy ugye
Mondhatjuk azt, hogy minden rendben van? Mert óriási mennyiségű virág. Ezt a jácintot azért tettem be, mert ugye a méhek rögtön észreveszik, hogyha nincsen a közelben semmi. És ugye folytatva a gondolatot kijelenthetjük, hogy minden rendben van? A virágpor termelése csak szűk időszakra korlátozódik. Jellemzően a virágzás ideje egy ilyen intenzív mezőgazdasági táblának, 1 hét, 2 hét, 3 hét, nagyon ritka a 4 hét vagy az 1 hónap. Fajtától függ, illetve attól is függ, hogy milyen növényről van szó. Nézzük meg a természetben, mi a helyzet. Egy természetes ősgyep, hogyha az legeltetett ősgyep, vagy egy olyan ősgyep, ahol nincsen kaszálás, akkor azt kell mondani, hogy tavasztól őszig folyamatosan van virág. Mert a virágok stafétabot-szerűen adják át egymásnak a területet. Az egyik túlnövi a másikat, aztán visszahúzódik, aztán ez folytatódik így tovább. Tehát egy háborítatlan terület, mondjuk egy dombvidéki legerős terület, bokrok, fű, ilyen virág, olyan virág, ott folyamatos virágzás van. Egy kultúrterületen azt lehet látni, hogy elvetették, a növény fejlődik nagyon sokáig, még semmi. Esetleg gutációs cseppet tudnak összeszedni. Elkezdődik a virágzás, permetezéssel együtt jellemzően. A virágzás után, tehát virágzás kezdete után 1-2-3 hétig van értelme a gyűjtésnek. Lehet, hogy van utóvirágzás, de az már jellemzően nem sokat ér. Tehát 2-3 hetünk van arra, hogy ezt kihasználjuk, ezt a növényt. Aztán menni kell tovább. Tehát gyakorlatilag a virágport adó növények, és induljunk ki egy kukorica, vagy egy napraforgó táblával. Napraforgó virágzás kezdetén mit láttok? Hip-hop telidobták virágporral, amelyek a sejteket. Gyűjt még ezután virágport? Csak annyit, amennyi elfogyott. A virágpornak javarésze kihasználatlanul ott marad. És itt jön a kérdés. A méhészek miért nem tudják ezt kihasználni? Miért nem teszik azt, hogy megtelt a sejt virágporral, fölteszem a virágporszedőt, és saját részre összegyűjtöm a virágport. Szokták mondani, hát akkor a méhek tönkre mennek. Persze, tönkre mennek, hogyha ezt 4-5 hétig fönntartod. De hogyha a virágzás kezdetén megdobták a sejteket virágporral, ezt látod, fölteszed a virágporszedőt, egy hétig fönt van, utána leveszed. Ezt a virágport nem biztos, hogy magadnak termeled, hanem a méheknek arra a szűkös időszakra, amikor majd erre szükség lehet. Tehát szűk időszakra korlátozódik, és ezt a szűk időszakot ki kell használni a virágpor termelés szempontjából. Ha nincs virágporszedőd, mondom a trükköt. Hova gyűjti a méhecske a virágport? A fészekbe, illetve a fészek melletti keretekbe. Ha te a fészek melletti kereteket cserélgeted, mindig kerül kintebb, és teszel helyette másikat bentebb. Mi fog történni? Az is megtelik virágporral. Ezeket egy filctollal meghúzott fölülről, hogy ez virágporos. Nagyon jó lesz a szaporításod. Vagy nagyon jó lesz arra, hogy jön a szűkös időszak, akkor beteszed a méheknek. És egy darabig el vannak le. A egyheti készletnél többet még egyszer mondom, nem gyűjtenek be. Ha ezt elfogyasztotta, újból kezdi gyűjteni. Vagy ha fogy, akkor újból. Vagy ha adtál neki helyet, újból kezdi gyűjteni. Tehát ezt tessék figyelni, és a kereteknek a rendezése ilyenkor nagyon sokat jelentett. Most jön a fogyasztás. A dolgozó napi fogyasztása élete során 3,5-4,3 mg között változik. Tehát amíg él a fejlődés kezdetétől kezdve. Ugye a fejlődés eleve 21 nap, meg adjátok hozzá 47 napot, így jön össze az a 130-180 mg per méhecske. És most jön a here, nem véletlen a herék olyan gyönyörű szépek a méheknél is, a fiúk ugye, szép nagy állatok. Ők 325-488 mg-ot fogyasztanak. Tehát nem véletlen az, hogy a herék nagyobbak. A herék ugye
a legfontosabb feladatot, a megtermékenyítést elvégzik, és olyan tartalékokkal rendelkeznek, hogy erre képesek legyenek. De azt is tudni kell, hogy a here sejtes időszak, amikor a herék megjelennek, nem véletlen esik egybe a virágpor dömpinggel, a virágpor bőséggel. Figyeljétek meg, ha virágpor hiány van, rajzás se fog bekövetkezni. Ha virágpor dömping van, akkor először a heréket ugye kinevelik, megvan a 2000-4000 körüli here, utána fogják a bölcső kezdeteket elindítani, és a rajzás menthetetlenül bekövetkezik. Fölteszem a kérdést. Ha valaki ebben az időszakban, amikor virágpor dömping van, repcevirágzás időszakáról van szó, virágpor gyűjt, ez a here dömping bekövetkezik? Olyan mértékben, hogy ebből rajzást legyen. Tehát tessék elgondolkodni ezeken, mert gyakorlatilag sok lehetősége lenne a méhészeknek, és igenis érdemes lenne Magyarországon a virágpor termelést elindítani. Ugye itt ezeket a számokat összeadva, éves szinten, családerősségtől függen, a méh családoknak a virágpor szükséglete 17 és 51 kiló között mozog. Egy gyengébb családnak 17, egy erős családnak, aki ugye vándorolt is, meg sokfele járt, meg volt a lehetősége, hogy dolgozzon, négy fiókon tudott, vagy éppen a 24 keretes nagybocit megtöltötte, az 51 kiló virágport megeszi. Átlagosan ez 34 kilót jelent per család. 10 család esetében ez 340 kiló. 100 család esetében 3400 kiló. 400 család esetében 13600 kiló. És kérem szépen, föl kell tenni a kérdést. Mivel ismerve azt, hogy hiába van virágpor dömping, és hiába van tonna számlott a virágpor, azt nem tudják a méhek begyűjteni, hogy lehetőség van a méheknek a folyamatos virágpor ellátása, hogy ezt a egy kamionnyi virágport a 400 családnak biztosítsad. Ugye itt jön a virágporpótlásnak a kérdése. Nehogy azt higgye valaki, hogy egy kamionnyi virágporpótlót meg tudunk vásárolni. Tehát az illúzió. Tehát annak akkora értéke van, hogy a méh családok nem érnek annyit. De a legszűkösebb időszakban igenis ezzel élni kell majd. Tehát a 13600 kg virágpor a 400 családra biztosítva kell, hogy legyen, vagy úgy, hogy vándorolsz, hordásból hordásba mész, vagy úgy, hogy olyan helyet választasz, ahol a természetvédelmi terület biztosítja azt, hogy nem 5 kilométeren keresztül szántóföldet látsz, hanem mást is. Vagy úgy is el tudom képzelni, nagyon jók ezek a határok, hogy egyik része nemzeti parki terület, másik része meg szántóföldi, és így mind a kettőt eléri. Tehát a területek ismerete nem nélkülözhető. Ha jó, akkor örüljünk neki. Ha szegényes, alakítsunk ki több telephelyet, 60-80 méh családot, ilyen telephelyre el lehet helyezni, de többet nem. És tegyünk a mélegerő javítása érdekében, különösen abban az időszakban, amikor nincsen más. Ez lehet fásszárú növény, lágyszárú növény, és ne azt tegyük, hogy mutogassunk másra, hogy hát az miért nem ültet. Gyakorlatilag, ha a méhészek nem fogják ezt föl, akkor ennek az 1.200.000 méh családnak a sorsa meg van pecsételve. Nem azt mondtam, hogy mindegyiké, de lehet, hogy visszaáll a létszám 600-800.000 körüli létszámra, vagy teljesítjük azokat a kitételeket, ami ahhoz kell, hogy ezt továbbra is van tudjuk tartani. Mehetünk tovább. Hát néhány példa a relatív éhezés következményeire. Biztos, hogy emlékeztek arra az időszakra, amikor a 2006-7-es évben olyan mértékű aszály volt, hogy a méhek ugye se virágpor, se nektárt nem tudtak gyűjteni. Az őszi időszakra abban a periódusban nagyon sok méhészetben már összeomló méhészetek voltak, de mondhatom itt a 2010-es évet is, amikor az akác virágzáskor bejött az az időszak, hogy viszintesen esett az eső, és gyakorlatilag a
akác első napjaiban olyan 3 kiló, 4 kiló közötti hordás volt, bejött a viszintesen eső eső, és a fogyás 1,6, 0,6, stb. Kiló fogyás következett be. A méhészek többsége nem értette, hogy ez egy relatív éhezést fog eredményezni. Mit hoz ez? Fiasítás fölzabálását, kanibál módon. A fiatal méhek előregedését, hiszen ő nekik a dajkálást kell folytatni, a dajkálás kiterjedt fiasítás időszaka volt ráadásul ekkor. A dajkálás rengeteg energiát elemészt. Fölmentünk a második akácra, és aki ezt nem vette észre, meg nem tudatosult benne, hogy igenis, itt meg kell etetni a méheket hordásban, de nem hordás volt, hanem szünet volt, azoknál azt lehetett tapasztalni, hogy aki fölment a második akácra, a népe hiphop elveszett. Aki ezt a hígszörpöt odaadta nekik, és nem nagy mennyiségről van szó, hanem néhány literről, azt szoktam, hogy ahány kiló méhecske van, annyiszor fél liter szörp. Ezt a méhek elfogyasztják, ebből nem lesz méz. És a lényeg az, hogy a szomszéd bácsi, aki ugyanúgy mézkedett, mint mi, csak ezt nem tette meg, a fönti akácon egy helyen voltunk, lent és fönt is, a méhei gyakorlatilag eltűntek. És mondta az öreg, hogy hát biztos agyon dolgozták magukat az első akácon, hát az első akácon nem is tudtak dolgozni, meg a másodikon csak elindultak. Mi történt? Az, hogy a 16 nap körüli méhek élettartama a szokásos 40-42 nap helyett lerövidült 20-25 napra. Ugyanis ők voltak azok, akik a méhcsalád vagy a meglévő fiasítást fütötték, etették, gondozták, és a gondozás elvitte a biológiai órájuk lejárt, a fejletestek, zsírtestek fölemésztése megtörtént. Aki megetetett, mit ért el? Azt, hogy a méhek, még egyszer mondom, ha nyitott méz van, mit fogyasztanak, azt fogyasztják. Ha pecsételt méz van, smucig állatok, mint a sváb nagymama, nem fogják elfogyasztani, inkább éhen döglenek. Ez a relatív éhezés. Most, hogyha ezt valaki megérti, akkor fogja azt látni, hogy a méhésznek a mérleg nem azért kell, hogy dicsekedjünk egymásnak, hanem azért kell, hogy amikor ezek a napok bekövetkeznek, dönteni tudjál, hogy mit is kell csinálni. Megnézed nyilván az időjárás előjelzés, hogy hónap se lesz jó idő, hónap után se lesz jó idő. Meg kell menteni a méheket. És ezt úgy is meg lehet csinálni, hogy kinyitod a kaptárat, belenézel, nyitott méz van, már mint friss nektár, nem kell még kapkodni. Elfogyott, azonnal be kell avatkozni. Ugye a 2006-os hetes évben pedig az következett be, hogy se virágpor, se nektár, hiába adtál cukrot, az csak cukor, virágpor nélkül nincsenek méhek. Mehetünk tovább. Jó, gyakorlatilag itt 2018-ról is lehet beszélni, de beszélhetünk 2020-ról, 21-ről. Ha azt vizsgáljuk, hogy a méhek takarmányozása, illetve az időjárás közötti összefüggés, mit mondtak régen az idős méhészek? Ha te a téli időszakra 15-20 kg mézet a kaptárban biztosítottál, nyugodt lehetsz. Ez igaz volt régen. Manapság ez sajnos nem igaz. Ugyanis, ha ilyen telek lesznek, figyeljétek meg a téli fogyasztás, és a mérleg ezért is kell. A 80-as években a téli fogyasztás, amíg a fiasítás úgymond el nem indult, 1-2 kiló között mozgott. Mennyi most a téli fogyasztásunk? 6-7-8 kiló. Miért? Mert amelyek aktív állapotban vannak, nincsenek nyugalmi állapotban, ezért a fogyasztásuk folyamatosan megvan. Sőt, cifrázhatjuk azzal, hogy a télen még van fiasítás, meg koratavasszal már van fiasítás. A fiasítás fönntartása rengeteg energiát igényel. Mekkora fiasításról van szó? Akkoráról, hogy a következő nemzedék kialakítására ez kevés. Ez arra jó, hogy a meglévő méheket előregítse. Ugye itt jön a következő gondolat. A méhésznek alkalmazkodnia kell.
Ha te azt megteszed, hogy tudomásul vettük, hogy az időjárás ilyen mértékben változott, az őszök megnyúltak, tél nincsen, a tavaszra húzódott a hideg időszak. Ami ráadásul kettős kárt okoz, egyrészt a méheket visszafogja, másrészt a növényeket is visszafogja, és a növényeket károsítja. Amiről beszéltünk, a takarmányozásról, lehetetlenné teszi, mert egy fagyott virág, sem nektár, sem virágport nem tud úgy termelni, mint egy egészséges virág. Emiatt a méhésznek alkalmazkodnia kell. Mi a cél? A fiasításos időszak csökkentése. Ha csökkentem a fiasításos időszakot, kevesebb táplálékot kell a méheknek elégetni, kevesebb táplálékot kell ugye elfogyasztaniuk, az élettartamuk meghosszabbítható. Mikor kell ezt megtenni? Akkor, amikor a legtöbb fiatal méh kelt ki, abban az időszakban, amikor még nagy kiterjedt fiasítás lehetett. Utána nem célszerű a fiasítást fenntartani. Ez Magyarországon szeptember 25-október 2-3 közötti időszakra tehető, hogy most már hagyjuk abba, most már fejezzük be a fiasítást, és meg lehet azt tenni, hogy kikeresni az anyát, anyarácsos zárkába beletenni, 21 napig ott van, utána már, ha kiengeded, október vége fele, akkor jellemzően a fiasítás újból nem indul el. Ez az egyik lehetőség. De még mindig nincs az kirekesztve, hogy decemberi időszak nem lesz olyan, mint az évek hosszú sorában most bekövetkezett, hogy december 20-a körül 20 fokos hőmérséklet, 15 fokos hőmérséklet, amelyek röpülnek, a fiasítást újból elindítják. És ugye januárban fönntartják a fiasítást, februárban fönntartják a fiasítást, február vége fele jön a lehűlés, megszűnik a fiasítás, és mi történt a méhekkel? Meg mi történt a bent lévő kajával? A bent lévő virágpornak a jelentős részét fölülték. A nektárnak jelentős részét fölülték. Az idős méhek elpusztultak, meg volt az első nemzedékváltás, de hogyan? Úgy, hogy az első nemzedék 3-4 keretre tudott kiterjedni, az nemzedékváltásnak mondható, nem? Itt a gond az, hogy ugye megvolt a nemzet, részben egy nemzedékváltás, az erősebb családoknál azt lehet mondani, hogy már esetleg 5-6 keret kialakult, ott még valamilyen szinten, amelyek ugye pótolták, de mi lett ezzel a méhtömeggel, ami nemzedékváltáson átesett? Visszaesett abba az állapotba, ami a telelőméhekre jellemző, hogy egy generációt tudott fölnevelni, nem hármat. Az egészséges tavaszi generáció, amikor generációváltás megtörtént, ő 3 generációt föl tud nevelni. Ha ez nem következik be, azt fogod látni, mint amit idén is láttak többen, hogy elindult a család, aránylag jó volt, jött a hideg, visszaesett, visszaszűkült, és nem tudott erőre kapni, nem tudta a következő generációt fölnevelni. És a család ráment. Most kérem szépen, ez világszerte jelenség. Nem csak nálunk. Ez Európa szerte ugyanígy problémát okoz. Az európai méhészeknek a többsége ezzel a problémával küzd. Ugye itt szomszédaink, erdélyi barátainkat megkérdezzük, ugyanez a problémájuk. Hát ott volt tél rendesen, főleg ott a Hargitta környékén. Most már ott sincs tél. Ott is azt lehet tapasztalni, hogy gyakorlatilag visszahúzódott a tél, és ott is a tavaszra tolódik át a hideg időszak. És itt jön az a kérdés, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Nem véletlen az, hogy nagyon erőltettük, hogy a támogatási körbe kerüljön be a hűtőagregátor hűtőház. Ugyanis ha te november végén, december elején beteszed a méheket 6 fokos klimatizált helyiségbe, ahol a szellőztetés biztosítva van, és addig, amíg a kecskefűz vagy barkafűznek szoktuk nevezni, nem kezd el virágzani, addig a méhek ott vannak bent, 6 fokon temperálva. Fiasítás nincsen, teljes nyugalom, sötétség, gyakorlatilag visszaáll az a történet, mint amit korábban lehetett látni, hogy a fogyasztás 1-2 kilóra visszaesik a téli fogyasztás. Az más kérdés, hogy ezt kihozod, olyan hirtelen emelkedik a fogyasztás, hogy egy hónap alatt gyakorlatilag 5-6 kilót megettek újból.
De mit tettél? Egy lendületes fejlődéssel a generációváltás bekövetkezik, és probléma nélkül a mély család átadta a stafétabotot az új nemzedéknek. Nem úgy, mint itt, hogy futunk egy kicsit, de jött a hideg, aztán megint pihenünk, aztán megint futunk, közben telik az idő, amelyek megelőregszenek. Hát amíg a 2 hét kaptárfogság van, addig a mélyek közben öregszenek, mert elkezdték azt a munkát. Tehát az már nem igaz a telelő mélyekre, hogy fél éves időszakot is képesek megélni, hát nem sajnos. Tehát itt elkezdték a dajkálási munkát, ahhoz képest az élettartamuk úgy, ahogy mondtam, lerövidült. És ez szintén a takarmányozáshoz tartozik, mert ha a fogyasztás oldalát nézed, akkor a 6-8 kiló méz elfogyasztása, gondoljatok bele, mekkora energiát jelent a méheknek, mert ezt ők el is égették, ezt a 6-8 kiló élelmet, ezen a télen, meg a más teleken, tehát a teleknek az ilyen jellegű változását komolyan kell venni. Mehetünk tovább. És ugye eljutottunk odáig, hogy a megváltozott időjárás nem csak a növények fejlődését zavarja, a mély családok optimális fejlődését is korlátozza. A méhek téli pihenéséről nem is beszélhetünk, a fiasítás néhány családnál szinte folyamatos. A bőséges külső táplálék nélkül a fejlődő fiasítás relatív éhezése miatt értéktelen. És itt ezt százszorosan aláhúzom. Az a méh egyed, amelyik ebben a környezetben fejlődik, az gyakorlatilag nem ér semmit. Az arra jó, hogy fogyasszon, de arra nem való, hogy ebből egy értékes méhecske legyen. Ugye, és végezetül néhány gondolatot, hogy 2021-re mire számítsatok. Egy régi mondásom, hogy a legdrágább kaptár az üres kaptár. Van olyan cimborám, akinek a 400 családból egy sem maradt. Az a legdrágább kaptár, higgyétek el. Fájhat a fej, hogy mit csináljanak keretkészletével, fájhat a fej, hogy honnan vegyem méheket, és a többi. Az átlagos téli veszteség 10-20% körül volt régen. Ugye itt mondják, hogy hát ő neki 100 családból egy sem pusztult el. Én mindig csak annyit szoktam mondani, atya, betereltél 100 családdal, mennyivel mentél akácra? Mert a téli veszteség akkor derül ki. Nem akkor, amikor azt mondod, hogy na tavasszal röpült a 100 kaptár. Ez engem nem érdekel. Engem az érdekel, hogy akácra hány családot vittél. Ha elvitted a 100-at, profi vagy. Ha nem, akkor meg ne kábítsuk egymást. Higgyétek el, 10-20% között volt régen a veszteség, ami elfogadhatónak volt mondható. Rendkívüli veszteségekről is beszélni kell, mert 86-87-ben 57%-os veszteséget éltünk át. 2002-2003-ban 30%, 2007-2008-ban 35%, 2014-15-ben 30-40%, 18-ban 30-40%. Idén, hogy mi lesz, nem tudom, de 30-40% körül jósolom. Ahhoz, hogy ugye megértsétek, nem az érdekel engem, hogy hány család röpül, mennyivel mentél az akácra, amit érdemes volt elvinni. Mert a többi az humbuk, az, hogy röpül a kaptár, az kit érdekel? Az, hogy nem termel, az biztos. Hát ezeken kell gondolkodni, és még egyszer mondom, hogy ez működjön. Ezt úgy kell csinálni, hogy a hordástalan időszakban etetni kell, a méhek egészségügyi állapotát folyamatosan kísérni kell. Azt a hűtőszekrényes próbát, amit említettem, tessék kipróbálni, ha nem hiszitek el, akkor majd látjátok, hogy tényleg így van, és a többi, és a többi. Na most van néhány lehetőség azért a méhész kezébe, mert egy takarmányozásról beszélünk. Például, hogyha azt látod, hogy a méhek alig hoznak virágport, de a környezetben van virágpor. Ennek mi az oka? Nagyon egyszerű, amelyek gyűjtési sorrendet állítanak fel. Első helyen van a nektár, a víz, és második helyen a virágpor. Ha a nektárhoz, vízhez hozzájött a méhecske, gyűjt virágport is.
Ha ezek hiányoznak, alig megy virágporért. Ugye szoktam egy kísérletet javasolni mindenkinek, hogy tételezzük föl, a méhek ugye normál körülmények között nyáron, ez főleg hordástalan időszakra igaz, nyáron gyűjtenek. Ülj le a kaptár elé, és 5 perc alatt számold meg, hogy abban a kaptárban hány virágporos méhecske érkezik haza. Vagy 1 perc alatt, nyilván teljesen mindegy, egy a lényeg, hogy egyforma számítás legyen. Öntsd meg őket szörppel este, és másnap ugyanabban az időszakban, amit előtte kiválasztottál, menj ki, és meg fogsz döbbenni, hogy 5-6 annyi virágporos méhecske jön haza. Mi történt? Csak annyi, hogy megkapta az első helyen lévő híg nektárt, víz és nektár, utána megy virágporért, kutatja a virágport, még olyan növényekről is fog gyűjteni virágport, ami nektárt nem ad. Például a parlagfű, például a libatop, a kukorica, a stb. Tudjátok, lehet ezt sorolni. De igaz, ez a virágos, olyan virágos növényekre, akik nektárt is adnak, csak keveset. Tehát ha megöntöd őket híg szörppel, akkor érzik, hogy itt a Kánaán. Érdemes, és mit mondtunk, a virágporból nem sokat gyűjtenek, csak annyit, amire éppen szüksége van. Tehát a felderítő méhek megkapják a parancsot, hogy most már virágport is tessék gyűjteni, akkor gyűjtik. Ha nem kapnak ilyen parancsot, akkor vizet, nektárt fognak először keresni, és a dajka méhek fogják eldönteni, azok közül is néhány, ezeket hívjuk ugye szentinel méheknek, amelyek a családnak a gyűjtési munkáját úgymond irányítják. Tehát nehogy azt higgyük, hogy a méhek úgy gyűjtenek, hogy egy méhecske eldönt, hogy na most kimegyek, aztán találok, amit találok. Nem. A méhek rendszerben dolgoznak. A rendszerben meghatározzák, hogy most mire van szükség elsősorban. És a gyűjtési sorrend ezt jelenti, hogy elsősorban vízre van szükség, akkor vízé megy mindenki szinte. Nektára van szükség, nektáré megy szinte mindenki. Már a virágpor, még egyszer mondom, másodlagos. Az akkor fog sorra kerülni, ha a többiből elegendő készlet van. És nagyon érdekes, hogyha a keretekben csillog a hígnektár, ezt ugye tudjátok, a nyitott méznek mondjuk, akkor virágport is gyűjtenek. Ha nincsen hígnektár, a virágporért alig megy ki. Nagyon érdekes, hogy az anyátlan családoknak a viselkedését is, ha megnézitek, akkor az anyátlan család arról ismerhető föl a kiárlóknál, hogy azt látod, hogy virágport nem hoznak. Az áranyás családnál szintén ezt lehet látni. A többiek szépen hordják a virágport, az anyátlan család az nem. És itt is erről van szó, hogy gyakorlatilag minek? Hát nincsen értelme, mert nem, nincs rá szükség. Tehát még egyszer a méhek becsaphatók, irányíthatók, és a hordástalan időszak, amikor bekövetkezik, ezért célszerű hígnektárra letetni, vagy szörpen, hiszen a legfontosabbat, a virágport is elkezdik gyűjteni. Itt nem virágportpótlók adásáról van szó, hanem arról, hogy becsaptad a méheket, 5-6-szor, ez 500-600%-os többletet jelent, és a fiasítás szépen el fog indulni, a virágport szépen fogják gyűjteni, még akkor is, hogyha az a növény nektárt nem ad. Még pár szót, gondolatot azokról a betegségekről, ami itt ugye szóba került. Az egyik a májusi vész. A májusi vész tekintetében sokan ezt összekeverik a nozémával, ez nem nozéma. Itt miről is van szó? A nevében is benne van a betegségnek, májusi vész, de ez áprilisi, májusi időszakra jellemző. Inkább úgy fogalmaznék, hogy régebben a májusi vész az a repcevirágzás közepe, vége fele volt, de hát akkor még a repce akkor virágzott. Most ugye tudjátok, a repce április elején elkezd virágzani, és a végére már be is fejezted, viszont az akác is néha áprilisra előköszön. A jobb években, annak idején a akác virágzása május 16-án volt, amikor júniusra áthúzódott az első akác virágzása. Tehát egész más időszakok voltak. És
májusi vész nevét onnan kapta, erre az időszakra jellemző. A betegség úgy alakul ki, hogy a méhek egy jó hordási napon telizabálják magukat virágporral. Tudjátok, a nyelőcső az dugig megtelik virágporral. Na most jön az érdekesség. Jött egy hirtelen hidegbetörés, a virágpor ott van a nyelőcsőben. A virágpor rendkívül víz szívó képességű, különösen akkor, hogyha az emésztése megkezdődik. A méhek ugye elkezdik emészteni ezt a virágport, a folyadék eltűnik a szervezetükből, és rendkívül szomjasak lesznek. Ilyenkor lehet azt látni, hogy 3-4 fok van, amelyek kijönnek inni, vagy nektárt szivogatni, hogy hígítsák a besűrűsödött táplálékot, mert nagyon szomjasak. Az okos méhész mit csinál? Bejött a hidegbetörés, nem tévét néztek, hanem szépen fölkötitek ugye a gumicsizmát, mert ilyenkor általában a telephelyre nagyon nehéz bemenni eső után, vagy eső közben csúszik, meg minden. Hátadon beviszed a vizet, előtte a cukrot már bevitted, a meleg vizet, és melegvizes szörpös itatásba részesíted a méheket. A te állományod megmarad, a szomszédén meg májusi vészben jó meggyepálódik. Ugye ilyenkor az első nap, amikor ki tudnak jönni, amelyek azt fogjátok látni, hogy ilyen hosszú hurkákat, ürülékhurkákat nyomnak ki, ami ilyen besűrűsödött virágpor az egész. Sokan mondják, hogy ez nozéma, de ez nem az. Tehát a májusi vész ez megelőzhető ezzel, hogy hígszörpöt kell adni azokon a napokon, amikor a nagy hideg bekövetkezett. Méhek nem tudnak kimenni, még egyszer mondom, nektek kell pótolni belső itatással. Ha nem szörpöt adsz, hanem van belső itatod, az is tökéletes megoldás. A másik a nozémáról egy pár szó. A nozéma megelőzése tekintetében ugye azt tanuljátok meg, hogy a nozéma jelző betegség. Tehát annak idején, amikor a járványt mi tanultuk, akkor a betegségeket úgy is kellett rangsorolni, hogy milyen mértékben fertőző az a betegség. Tehát az, hogy a nozéma spóra ott van, és a mély családnál a nozéma elindul, ez mesehabbal. Ez csak akkor következik be, ha a mély család ott valami egyéb gyengítő tényező is érte. És sok ilyen betegség van, hogy gyengítő tényező kell ahhoz, hogy ez a betegség elinduljon. Tehát nem föltétlen patogén ez a kórokozó, hanem feltételesen. Feltételek kellenek ahhoz, hogy a betegség elinduljon. Egyszerűsítsük le, mi az a feltétel, ami a nozéma fejlődéséhez kell. Az egyik, hogy nagy számban legyenek ott a spórák. Ez hogy következhet be? Úgy, hogy a kaptáron belül ez földúsul. Megmondom, mi a legegyszerűbb példa. A rossz higiéniai körülmények között a rosszul alkalmazott etetőitató, mert ha belepusztul egy méhecske az etetőbe, itatóba, mit fog az agóniába tenni? Ürítkezik. Az ürítkezéssel az a néhány spóra oda került a folyadékba, a vízbe, illetve a nedves környezetben 4 évig életképes a spóra, kiszáradva fél óra alatt elpusztul. Tehát a napsütötte helyen, a virágon nem fog ez a nozéma tovább élni. A másik, amit tudni kell, hogy a nozéma spóra az egy fegyver. Úgy néz ki, mint egy fegyver szó szerint. A nozéma spórának a közepében összecsavarodott állapotban egy csövecske található. Ez úgy néz ki, mint egy tűzoltóslag, amit rátekertél egy lándzsára. És a lándzsa az, mint rejtett állapotban, egy ilyen páncélban van benne. És tegyük fel a kérdést, hogy a lándzsa hogy fog kilökődni? Mi a célja a lándzsa kilökődésének? Tehát a nozéma spóra az egy időzített fegyver, az időzítés pedig az biztosítja, hogy 32 fok, 30 fok fölé emelkedjen a hőmérséklet. Télen ez bekövetkezik, amikor nincs fiasítás? Nem. A fiasítás környezete kell ahhoz, hogy a nozéma spóra elinduljon. Ez az egyik.
A másik, ami nagyon érdekes, hogy a téli méhekben miért nincs nozéma? Mert a téli méhek mit fogyasztanak? Mézet. Milyen mézet? Sűrű mézet. A bélflórában vannak baktériumok? Semmi. Laktobaciluson kívül semmi nincs. A telelő méheknek a bélcsatornája teljesen más biológiai összetételű. Csak a cukoremésztésre vannak ilyenkor berendezkedve. Ez folyadék, nagyon kevés kell. Gyakorlatilag a méhek alig isznak. Az a mennyiségű víz, ami a cukorégetésnél ugye keletkezik, mert széndioxidra, vízre bomlik el a széndioxid, vagy a cukor, elegendő ahhoz, hogy párát biztosítson a kaptáron belül, azt össze tudják szedegetni, és a többi. Mi a helyzet, ha beindul a fiasítás? Amint elindult a fiasítás, amelyek elkezdik a virágport, persze, ami a kaptárban belül van, a méhkenyeret fogyasztani, és ennek az emésztéséhez mi kell? Rengeteg víz. A vízfogyasztással egyidejűleg megváltozik az emésztő bélben a vízkoncentráció. Tehát meleg is van, víz is van. Ugye Kisgömböc mesét ismeritek, hogy fölküldi a lányt a kisgömböcé, bekapja, stb. Stb. Itt is ugyanezt történik, csak a vízmolekulák, hogy emelkedik az emésztőbélben a vízkoncentráció, a spóra egyre több vizet szív magába, feszül, mindaddig, amíg egyszer csak a poláris tecske fölpattan, a lányzsáska kilökődik, és ez a spóránál háromszor, négyszer hosszabb tömlő, ugye becsapódik a hámsejtbe. De hogy a hámsejtbe becsapódjon, mi kell? Egy vékony peritrofikus hártya. Mert a vastagon nem tud átlőni. Tehát magyarán, amelyik méhecske picit éhezett, picit már el van fáradva, picit már stb. Ott van létjogosultsága a nozéma spóra elindulásának. Megcsákjázta, most jön a lényeg, egy hámsejten belül 4 napon belül elszaporodik, és el is öli a hámsejtet. A nozéma apis esetében a hámsejt egész belevált, és a spórák a hámsejtbe védetten jutottak el az emésztőbélből, a vékonybélen keresztül az ürülék hólyagba, ahol még sokáig ebben a sejthártyában védetten voltak ott. A nozéma cerána sokkal ütősebb, ő szétrobbantja a sejtet már az emésztőbélben, és emiatt gyakorlatilag a perisztaltikus mozgás szétkeni, és ezért van az, hogy sokkal drasztikusabb mértékben tud a nozéma cerána klinikai tüneteket előidézni, mint a nozéma apis. Nozéma apis jellemzően hasmenést tudott kiváltani, itt nem jut el a folyamat odáig, sokszor a méhecske már előbb elpusztul. És ugye annyit kell tudni, hogy ahhoz, hogy ez a nozéma spóra ne tudjon kicsirázni, vagy ne tudja eltalálni a hámsejtet, ahhoz egy vastag peritrofikus hártya kell. Aki jó helyen telelt be, elegendő virágpor készlettel volt, a méhek tudtak telhetetlen méhecske módjára zabálni a virágporból, föltöltötték a téli készleteiket, saját készleteiket, azok nozémára ellenállóak lesznek. Akik azonban éheztek, vagy éppen relatív éheztek, azok a nozémának a melegágyai lesznek. És ezért nem szabad 400 családot tartani egy telephelyen többek között. Mert ha nem a éhség, majd a nozéma fogja elvinni a méheket, mert a relatív éhezés megbosszulja magát. Tehát ugye régi szlogen, hogy egészséges méh család nozémába általában, vagy egy erős család nem szokott elmenni. Mindig a gyengéket válogatja ki. És ugye nagyon érdekes a statisztika, mert a méh mintáknak a 25-30%-ában a nozéma ott van, a közepes vagy súlyos fokú kevesebbnél, de ugye kimutatható állapotban ott van. Érdemes a nozémára szűrni a méhcsaládokat, és azoktól szaporítani, akik úgymond a nozémára kevésbé hajlamosak.
Ezt mi anyanevelőknek tudom javasolni, hogy a törzscsalád jelölteket legalább havonta egyszer nozéma szempontjából vizsgálják meg. Ha folyamatosan negatívak voltak az eredmények, akkor attól érdemes szaporítani, akinek volt pozitív eredménye, azt pedig selejtezni. A új taktika a nozéma ellen, a tavasszal szűkítés, serkentés, élelempótlás, itt a fehérje zsírcukrokra egyaránt kell gondolni, és akkor a nozéma visszaszorul. Genetika nagyon fontos, csak azoktól szaporítsatok, aki nem mutatott nozémát akár 2-3 éven keresztül. És a nozéma elleni küzdelemnek nem az a lényege, hogy lássátok, hogy a miek összeszúrkozták a kereteket, mert az nem biztos, hogy nozéma, az lehet, hogy csak egy sima hasmenés, hanem ezt rendszeres vizsgálattal célszerű alátámasztani. Ha a vizsgálat azt mutatja, hogy pozitív nozéma eredmény van, akkor sem a gyógyszert kell megvenni, hanem a körülményeket olyan irányba módosítani, változtatni, hogy az itatás higiéniáját javítani, az etetés higiéniáját javítani, szűkíteni a mélyállomány, szűkíteni a mélycsaládokat, megfelelő táplálékról gondoskodni, fehérjeellátás, stb. És nagyon régi kísérletről beszélek, ami még annak idén a Békési Lászlóikkal indítottuk, ahol a fumaginin, a nonosz, illetve különféle kegyszerek, vegyszereknek a kipróbálása ment, ahol próbáltuk azt összehasonlítani, hogy melyik szer milyen mértékben fogja vissza a nozémát. És kérem szépen egy nagyon fontos megállapítás. Sem a fumagirin, sem a nonosz nem tudta elfolyni a nozémát. Egyre volt csak alkalmas, hogy körülbelül egy kereszt fertőzéssel visszahozza a fertőzöttség mértékét. Magyarán a megelőzés sokkal egyszerűbb, meg sokkal gazdaságosabb, mint bármiféle gyógykezelés. Aki azt mondja, hogy fumagirin nélkül nem tud méhészkedni, az szerintem méhészkedni se tud. Mert higgyétek el, hogy a nozéma megelőzése sokkal egyszerűbb, mint a kezelése. És ez az árszó, és itt is gyakorlatilag azt kell, hogy a méhek tartási technológiája, takarmányozása, az meghatározó, és ne azon gondolkozzatok, hogy milyen kegyszer, vegyszer, gyógyszer az, ami ezt megteszi. Egy biztos, hogy ahol mérgezés úgymond jelentkezett, a mélycsalád megloppant, ott a nozéma rendszeresen jelentkezni fog. Nyilván ebben az esetben azt tudom, hogy van a kegyszernek, vegyszernek létjogosultsága, hogy húzzuk ki az állományt abból a kátyúból, de egy jó állománynál erre nincs szükség. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, biztos elfáradtatok, és akkor nem tudom, mi a rendszer, Péter, hogy ilyenkor kérdések vagy. Üdvözöllek, itt vagyok, Dénes. Hát megmondom őszintén, hogy jó pár kérdést felírtam itt magamnak, illetve jó pár kérdést kaptam privátban az ismerőseimtől. Azonban meg kell azt állapítanom most is, mint ahogy az előző előadásaidat hallva, hogy ezeket az előadás során rendre megválaszoltad. Tehát gyakorlatilag itt ülök azokkal a kérdésekkel, amire minden szépen kifejtetted a válaszolatodat. Én úgy gondolom, hogy nem nagyon maradt nyitott kérdés, nem maradhatott megválaszolatlan kérdés. Nagyon érdekes dolgokat mondtál, és nagyon elgondolkodtató dolgokat. A jövőre vonatkozólag akartam kérdéseket feltenni, hogy hogy képzeled el a magyarországi méhészet jövőjét méhegészségügyi szempontból. Hát ezt bőven kifejtetted. Hát van mit elgondolkoznunk ezek alapján. Van mit átgondolni a technológiánkban, én úgy gondolom. Dénes, nagyon-nagyon szépen köszönöm azt, hogy elvállaltad az előadásnak a ilyen formában történő megtartását. Az a mondani való, amit átadtál nekünk, és az a stílus, az a hangnem, amit tőled megszokhattunk, és valamilyen szinten el is várunk, meg is szeretünk hallgatni így szezon elején,
hogy biztosan mehessünk neki a szezonnak. Én nagyon örülök, hogy ebben a formában összejöhetett. Nagyon-nagyon sokan várták ezt a videót, úgyhogy biztos, hogy nagyon-nagyon sokan fognak pozitívan visszajelezni ezzel kapcsolatban. Hogyha esetleg valakinek volna valami kérdése, azt eljuttatjuk neked, és akkor valamilyen módon, valamilyen formában megpróbáljuk azt a kérdést feltevőknek megválaszolni. Úgyhogy Dénes, tényleg nagyon szépen köszönjük az előadást. Hát kívánunk neked is elsősorban jó egészséget, és elsősorban, illetve másodszorban jó gazdasági évet. Hát ez már igen, igen jól ránk férne. Ugye felvételen kívül beszélgettünk veled is arról, hogy elég visszás dolgokat tapasztaltunk itt a idei évben, időjárás tekintetében. Bízunk benne, hogy nem lett még nagyon elkapálva ez a szezon. Úgyhogy nem tudom, még esetleg van-e valamit, amit szeretnél mondani? Hát mindenkinek jó egészséget kívánok, ennyi, ez a legfontosabb. Rendben. Akkor sokszorra tényleg nagyon szépen köszönjük, Dénes, hogy itt voltál, hogy lehetővé tetted ezt az előadást. Köszönjük szépen a nézőknek, hogy itt voltak. Amennyiben tetszik ez a tartalom, legyetek szívesek, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessétek Facebook oldalunkat is, és legközelebb jövünk egy újabb előadással. Sziasztok! Sziasztok, Erő!